Sziasztok, itt Templayer, és köszöntök mindenkit ebben a kis karácsonyi különkiadás videóban. Mint láthatjátok, egy farkas erődöt fogunk megtámadni, úgyhogy kezdeném is azzal, hogy kémkedjünk egyet. Szerintem én most gyors utazás rollokat fogok használni, úgyhogy egy mondhatni dupla rubinos lóval el is indítjuk a kémet. 34 kémünk van, úgyhogy szerencsére elég nagy a siker, bár én mondjuk nem vittem 75% fölé a kémkedés pontosságát, nehogy véletlenül bebukjunk. Ilyet 3 másodperc volt a kémkedés, úgyhogy már láthatjuk is a végeredményt. A jobb szárnyon kompozit íjászok védenek, 190 darab, aztán itt van még a bal szárnyon lángvetősök, 80 darab, és hát mint a fronton látható, veterán kartforgatók, illetve hosszú ilyesokból csak 30 darab van mutatóba, úgyhogy ott szerintem távos eszközt most nem fogok tenni, és a várparancsnok az pedig egy hát elég gyenge tákolt pari, úgyhogy én nem nagyon aggódnék miatta, remélem nem cserél le ugye a Mr. Farkas, aki a farkas erő tulajdonosa. Úgyhogy ha minden igaz, akkor van esélyünk a győzelemre. Szerintem fogom mondjuk ezt a keleti pengét parancsnoknak, és megindítok vele rendes 4 hullámos leszedő bagást. Most a kartforgatóimat, a veterán dárdásaimat, illetve ezeket a barbár harcosokat fogom használni. Ugye ezekért nem kár, hogyha meghalnak. És akkor indítsuk is el ezt a támadást. Mondjuk azért egy rubinos lovat tennék alájuk, hogy picit gyorsabban odaérjenek. És akkor hát meglátjuk a támadásnak az eredményét. Ugye körülbelül tudjuk már, hogy mire kell számítani a védelemben, de azért nézzük meg, hogy viselkedik egy bejövővel szemben az ellenfelünk. Na hát látjuk is a jelentést, természetesen mind elbuktak a katonáink, úgyhogy nincs mit tenni, támadni kell, de azért nézzük meg, hogy mit tudtak csinálni. Ja, láthatjuk, hogy annak ellenére, hogy 470 védőt láttunk a falon, bocsánat, 440-et, 2300 katonával ütköztek meg, úgyhogy még valahol majdnem 2000 katona ott van a vártoronyban, úgyhogy emiatt egy picit aggódom. De hát akkor lássuk is a fő támadásunkat. Akkor most megpróbálok összeszedni egy kicsit nagyobb sereget, és szerintem akkor ehhez egy sötét királyszettet fogok használni. Szépen felköveztem 4 darab 10-es szintű udvarkővel, úgyhogy összesen ugye 120% udvar bónusza van neki, úgyhogy tökéletes lesz most erre a támadásra. És akkor kezdjük is fölpakolni, 5 hullámban szeretnék most támadni. Első hullámban szerintem menjenek a skandinávok, vándorlovagok, és szerintem ezzel tulajdonképpen meg is egyezhetünk. Ugye a fronton valószínűleg gyilokjáróval véd, ezt nem láttuk sajnos a kémkedésből, de én azért pár létrát még betennék, de legalább az első hullámba, és ugye távosokkal, mint említettem, nem nagyon szeretnék foglalkozni, viszont azért a jobb szárnyon teljes mértékben távossal véd, úgyhogy a kis balisztát azért begurítanék 15 darabot, hogy ezt a 300% távos védelmet leszedjük. Aztán akkor nézzük a többi támadási hullámunkat. Ugye most jöhetnek már a keményebb katonák, mondjuk akkor a második hullámba tennék egy kis sárkányimádó harcost, vegyítve szerintem démonokkal. Folytassuk a második hullámban, most akkor jöjjenek be még a halálegységek is a démonok mellé. Aztán nem tudom, veterán démonokat is alkalmazzunk.
illetve akkor még egy kis démon egységet mellé beteszünk. Ugye alapvetően közelharcosokkal szeretnék támadni, mivel nem volt nagyon sok távos védő, vagy nem volt nagyon sok közelharcos védő, úgy láttam, úgyhogy reménykedek benne, hogy az ellenfél nem tud védeni. Aztán itt az utolsó hullámokba elég sokat gondolkodtam, hogy mit tehetnék, és úgy döntöttem, hogy ezeket a relikvia fejszéseket fogom most kivételesen használni, bár mondtátok, hogy ne nagyon használjam támadásra, mert tök drága toborozni, de most éppen van belőle legalább a frontra 2x192 darab, és akkor a szárnyakat pedig kiegészítjük valamivel. Hát mondjuk, akkor dobjunk még be ide is egy kis kartforgatót, és akkor lássuk is a csatát, indítjuk a támadást, alájuk rakok valami lovacskát, hogy picit gyorsabbak legyenek, ez most csak egy ilyen egyszerű pénzes ló lesz, és akkor nézzük a csata végkimenetelét. Hát az első hullám az ugye, mint várható volt, elesett, de legalább a falvédelmet leszette, valamint a távos védőket a fronton sikerült ezzel kinyírni. A szárnyakon egyébként sikeresen átmentünk, kisebb veszteségekkel a démonainkat nagyon megtizedelték ott a lángvetősök, illetve a kompozit íjászok. Valószínűleg cserélt lőrésre, és ezért nem volt elég az a táv, amit leszettünk. És hát ami az érdekesebben, hogy nagyon sok volt a bukóm, tehát például elveszítettem a sárkánymádó harcosok, illetve vándorlovagok nagy részét is. Szerencsére relikviáim jó része megmaradt, úgyhogy nem nagyon veszteséges a sata, legalábbis a toborzott egységek terén. Ugyanis, mint láthatjuk itt a várudvarban, előkerült az 1815 darab veterán alabárdos, akikről ugye nem tudtunk semmit, és ugye alapvetően közelharcos támadókkal támadtam, ezek meg közelharcos védők, úgyhogy ennek következtében elég sok lett a bukó, de mondjuk szerintem tolok még utána egy kémkedést, hogy lássam, hogy milyen károkat tettünk az ellenfelünkben. Már megy is a kém. Igen, hát alapvetően maradt a falakon némi nemű veterán alabárdosa, de a többi védőjét azt sikeresen kiirtottuk véglegesen. És hát a zsákmány. Ugye ne felejtkezzünk el arról sem. Hoztunk követ, 27.000 pénzt, illetve 47 rubint, ami szerintem egyáltalán nem egy rossz zsákmány, illetve, ami a legfontosabb, és ilyet még egy támadásban sem láttam, egy relikvia szaloncukrot hoztak nekünk haza a katonáink, úgyhogy ezzel a csodálatos relikvia szaloncukorral szeretnék boldog karácsonyt kívánni mindenkinek. Kellemes ünnepeket, remélem a családdal töltitek, és nem ezt a videót nézitek, de ha ezt a videót nézitek, az se baj egyébként. Ha pedig így van, és tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel természetesen a csatornára, ha még nem tettétek meg, és nézzétek meg a többi videót is, picit Good Game Empire-höz közelibb dolgokról szólnak ezek, de azért remélem átjött a lényeg ebből is, úgyhogy egyébként ebben a videóban is jelzem, hogyha valamit rosszul csináltam, azt esetleg jelezzétek természetesen a kultúrát keretek között komment szekcióban. És köszönöm szépen a figyelmet, jó játékot kívánok mindenkinek, és boldog karácsonyt még egyszer. Sziasztok! Nagyon finom.